Pintér Zsolt előadásával indult az az ünnepség, amit a Vakvezető Kutyák Világnapja alkalmából tartottak Szekszárdon. A rendezvényen részt vett Vitézlo Vagritnovszki János, aki Magyarországon az első vakvezető képzőiskolát hozta létre. Ezen a napon arra hívják fel a figyelmet szerte a világban, hogy a vak és látássérült emberek kutyájuk nélkül csak egy fehér bottal közlekedhetnek, ez pedig jelentős veszélyt hordoz magában. Az állatok nagy segítséget jelentenek vakgazdáik életében, mondta el Bálványosi Zoltán. Nem csak arra, hogy segít a kutya, az társ. Ez egy igazi társ, több, mint egy ember. Nem hiába mondják, hogy a kutya a legjobb barátja az embernek. A vakvezető kutyák kiképzése már akkor elkezdődik, amikor az alomból kiválasztják a megfelelő kölyköket, majd elhelyezik őket a családoknál. Ez a folyamat egy vagy akár két évig is tarthat. Miután letelt a képzés és a vakgazdájukhoz kerülnek, vizsgát kell tenniük gazdájukkal közösen. De nem csak ebben áll az értékük, mondta el Kovács Lászlóné, a Vakok és Gyengénlátók Tolna megyei egyesületének elnöke. Szinte a lelküket kiteszik a gazdájukért valamennyien, és fontos az is, hogy az emberek figyelmét rájuk irányítsuk, mert tudniuk kell, hogy a vakembernek nélkülözhetetlen segítőtársa a vakvezető kutya, és különösen azoké, akik másképp nem tudnak közlekedni. Magyarországon jelenleg nagyon kevés, mindössze 91 vakvezető kutya él, közülük 7 teljesít szolgálatot Tolna megyében.